Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió idei első híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Tervek az új évre, az emberek számára az egészség lett a legfontosabb. Harc a malacért, humoros feladatokkal köszöntötték az új évet Pakson. Új évköszöntő, vidám koncerttel nyitotta az évadot a Babics Kulturális Központ. Több mint 400-an futottak Dombóváron, közös sporttal búcsúztatták a 2021-es évet. Sokan tesznek fogadalmat, de még többen úgy gondolják, ezeket úgysem tartják be, és így nem vállalkoznak célok kitűzésére. A Covid hatására megváltozott mindaz, amit az emberek fontosnak tartanak. A megkérdezett járókelők listájának élére az egészség megőrzése került. Az új esztendő beköszönte sokak számára a fogadalmak megfogalmazásának idejét is jelenti. Persze a statisztikák azt is kimutatják, hogy az idő előre haladtával ezek a gondolatok a feledés homályába vesznek, mert hát mégiscsak frusztrációt okoz, ha valaki folyton azon stresszel, hogy nem tud vagy nem akar megfelelni az önmagának tett ígéreteknek. És persze van, aki tisztában van saját magával, és inkább nem vállalkozik arra, hogy később nehezteljen önmagára. Nem, úgyse tartom be. Ma idősek vagyunk, aztán már inkább az a baj, hogy mindig fáj valami. Orvoshoz járni, gyógyszertárba járni, ez megy. Nem szoktam. Miért? Mert úgy sem tartjuk be, szerintem. Az újévi kívánságoknak széles a tárháza, kiki maga tudja, mire vágyik igazán. Az utcát járva azt tapasztaltuk, a legtöbben az egészségük megőrzését tartják kiemelten fontosnak, ami az elmúlt év után nem is meglepő. Kevesebb lesz a betegség. Jobb lesz az összefogás. Egészséget a gyerekeknek. Jobbra. Remélem, hogy vírusmentesre. És akadt, akinek a legfontosabb, a szakmai előmenetel volt. Munkát. Egy jó munkát. Akárhogy is az új esztendő reményekkel teljesen kezdődik. Mindenkinek más a célja, mások az elvárásaik. De mindenki azt reméli, ez az év egy kicsit jobb lesz, mint az előző volt. 5865 új megbetegedést igazoltak az elmúlt három napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.253.055 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 248, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 39.434 főre emelkedett. 3.313 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig már több mint 6.266.000-en kaptak. Tolna megyében a járvány kezdete óta 26.637-en kapták el igazolhatóan a koronavírust. Kedden újabb gyermekek oltásához való vakcinaszállítmány érkezik. Ez lesz a második szállítmány a Pfizer 5-11 éves gyermekek oltására alkalmas vakcinájából. A regisztrációs és az időpont foglaló honlap is folyamatosan nyitva van a gyermekek oltásához. A szülők már több mint 62.000 gyermeket regisztráltak, és több mint 48.000-en már fel is vették az oltást. Az első gyermek vakcina szállítmány december 13-án érkezett. Januárban összesen 150.000 vakcina vár. Január 4-én 48.000 adag, január 11-én ismét 48.000 adag, január 18-án 54.000 adag. Harc a malacért címmel hirdette tréfás városismereti vetélkedő december 31-én a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ és az Atomerőmű Sport Egyesület. A megmérettetésre 10 csapat jelentkezett. Feladatai között lépcsőszámolás, pálinka kóstolás és éneklés is szerepelt. A nyertes a Riff-Röf elnevezésű csapat lett, fődíjuk egy malac volt, amit évfél előtt vehettek át a szilveszteri rendezvénysorozat keretében. 10 csapat indult útnak rövid játékmesteri eligazítást követően december 31-én délelőtt a Csengei Dénes Kulturális Központból. A 40 vállalkozó kedvű résztvevőnek 10 mókás városismereti feladatot kellett teljesítenie az év utolsó napján megadott idő alatt. A Harc a malacért elnevezésű megmérettetést 20 éve már megszervezték a városban. Ezt az ötletet újították fel 2021-ben a Kulturális Központ munkatársai.
Igyekeztünk mindig az adott helyszínnek megfelelő feladatot kiválasztani, tehát a Présház kávézó borozóba ennek megfelelő feladat lesz, az Asepályán egy sportosabb feladat lesz, Rideg Imrénél pedig ugye nyilvánvalóan a pálinkához kötődik majd a feladat. Fejér Dóra véletlenül csöppent a játékba. Én egy baráti társaságon keresztül hallottam, ugyanis a hét elején mondták, hogy jönnek majd erre a versenyre, négyen így családilag neveztek be. Aztán végül tegnap úgy alakult, hogy a családjukba kettő fő maradt, és másik két főt kerestek nagyon gyorsan, úgyhogy igazából tegnap este tudtam meg, hogy jövök. A csapatok meghatározott időközönként sípszóra indultak a kulturális központból, hogy aztán nyakukba vegyék a várost. 5, 4, 3, 2, 1, és... A feladatokat tartalmazó borítékot csak indulás után nyithatták ki, így Freini Fritz Ildikó számára is titok volt, mi vár csapatukra az év utolsó napján tartott malacvadászaton. Négy fős csapattal indulunk, mivel ez volt a kritérium. A tesóm, a férjem és a sógornőm. Így állt össze a csapatunk. Készültetek rá? Nem. Igazából, hát fejben igen, vagy hát úgy jó kedvel, mással nem. Sejtitek-e, hogy milyen feladatok lesznek? Fogalmunk sincs, nem, semmi, tippünk sincs. Találgatások voltak, de nem. Így az elhangzottak alapján nem tudom, tényleg. Az egyik meglepetés a Kressz Parkban várta a csapatokat, meg kellett számolniuk a kandelábereket, a lépcsőket és a Pál utcai fiúk graffitin az üveggolyókat. Az így kapott összeget küldték el aztán a játékmesternek, aki a nap végére összeszámolta a helyezéshez szükséges pontokat. A nyertesek a malac mellett vacsora meghívással és egy 5 literes pezsgővel is gazdagabbak lettek. Magyarország növekedése az idén 6% fölött lesz. A foglalkoztatásban jobban állunk, mint a járvány előtt. Elkerültük a tömeges magán, családi és vállalati csődöt, és van esély arra is, hogy újra csökkenő pályára állítsuk az államadóságot, összegezte az idei évet Varga Mihály. A pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a járvány előtti évtizedet Magyarország adósságcsökkentésre és a növekedési tényezők megerősítésére használta fel, így a világjárvány okozta a gazdasági visszaesés ellensúlyozására a kormány költségvetési átrendezéssel tudott keresletet generálni, bér- és beruházási támogatásokat adni. Nem kellett külső pénzügyi mentőv, a magyar államháztartás képes volt 3000 milliárd forintot előteremteni. Emiatt azonban megugrott a hiány és az államadóság, de ez történt Európa más országaiban is, tette hozzá. Jelentős béremelésekkel indul a 2022-es esztendő, közölte a Facebookra feltöltött videó üzenetében a kormány szóvivő. A közszféra béremelésére 800 milliárd forintot fordít az állam, és 750 milliárd forintnyi adócsökkentéssel segíti a kormány a vállalkozókat a minimálbér emelés végrehajtásában, jelentette ki Szent Királyi Alexandra. Januártól újabb 21%-kal nő az ápolók fizetése, és folytatódik az orvosok béremelési programja is. Utóbbinak köszönhetően 2020-hoz képest átlagosan 2,5-szeresen többet keresnek az orvosok. Ugyancsak januártól 20%-kal nő a szociális, a bölcsődei és a kulturális dolgozók bére, illetve 10%-os béremelésbe részesülnek a pedagógusok, a rendőrök és a katonák. Továbbá februárban 6 havi plusz juttatást, fegyverpénzt kapnak a rendvédelmi dolgozók. Az egészségügyi és gazdasági védekezésre több ezer milliárd forintot fordított már a kormány, és ez eredményes is volt. A járvány ellenére is nő a magyar gazdaság. A kormány pedig arra törekszik, hogy a gazdasági növekedésből a munkavállalók is részesüljenek. Ezért a béremelési programok folytatódnak, jelentős béremelésekkel indul 2022. A járvány előttit is meghaladta a tavalyi kereskedelmi forgalom. Az elmúlt évben 2020-hoz képest 3%-kal nőtt az ágazat volumene, ami azt jelenti, hogy több lett, mint a 2019-es évben, jelentette ki az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György közölte, a kereskedelmi forgalom ősztől 5-6%-os növekedést mutatott a megelőző évhez képest. Az ünnepi időszakot megelőzően soha nem látott sorok álltak az áruházak pénztárainál. A korábbi rendkívüli dinamikus évi 30-40%-os emelkedéshez képest 2020-ban és 2021-ben kisebb ütemben 20-25%-kal bővült az online kereskedelem, vagyis a webáruházak forgalma, amely a teljes kereskedelmi forgalom 10-12%-át jelenti.
A szolnoki szimfonikusok nyitották meg a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ 2021 évi programsorozatát. Az újévi koncert keretében mondta el köszöntőjét Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is. A szolnoki szimfonikusok az alkalomhoz illő hangulatot varázsoltak újévi koncertjükkel a Babits Kulturális Központ színpadára. Elsősorban a könnyedség és a vidám szórakoztatást biztosító darabok kerültek a repertoárba, olyan karnagy irányításával, mint Izaki Masahiro, aki egyben Szolnok város fő zeneigazgatója is. A program alkalmat biztosított Horváth Istvánnak, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjének újévi gondolatai megosztására, melynek központi témája a vírus elleni harc fontossága volt. El kell közösen győzünk ezt a Covid járványt, hogy újra a hétköznapi életünk és a nem hétköznapi életünk, az ünnepeink is olyan körülmények között lehessenek, ahol nem maszk van, hanem szabadon mosolyogva és megtöltve minél több közösségi teret tudunk egymásnak és egymásért is örülni. A szolnoki szimfonikusok, ha nincs Covid-járvány, az új évet minden esztendőben egy kéthetes kínai turnéval köszöntik, ez időtájt épp Shanghaiban voltak hivatalosak. Ezt cserélték le a szekszárdi koncertre. Az újévi koncertek és fesztiválok repertoárja azt a célt szolgálja, hogy később is bevonza a hallgatóságot. Ez egy nagyon jó bemutatása a komoly zenének, és akkor itt már lehet menni, hogy ki mennyire élvezi, vagy élvezte, ki mennyire érezte jól magát, és akkor utána már vesz bérletet, illetve elmegy másik koncertre is. Tehát ez egy nagyon jó érzés. A jövőre nézve ez egyfajta hagyományteremtés is volt. További hasonló kalibelű programok kínálatával készül a Kulturális Központ az idei esztendőre. Az állami fenntartású iskolákban a pedagógusok mindössze 1%-a nem vette fel az oltást. Mostanra a 78 ezer hazai oktató 94%-a már felvette a vakcinát, 3% szakorvosi ellenjavallattal, 1% miniszteri mentesítéssel rendelkezik, további 1% van betegállományban, illetve vár mentesítési kérelme elbírálására, amely a napokon belül lezárul. A pedagógusok fennmaradó 1%-a az oltás felvételét követően térhet vissza az iskolába. Kérjük és javasoljuk, hogy a tanulók védelme érdekében ők is éljenek a lehetőséggel. Több éves hagyománya van Dombóváron a szilveszteri futásnak, amelyre 2021 utolsó napján több százal látogattak el. A rendezvényt a Dombó Chips családi ifjúsági polgári sportszervezeten keresztül a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatta. A 2,5 illetve 5 kilométeres távot teljesítőket a város önkormányzata víslivel, teával és forralt borral várta. Dombóváron már több éves hagyománya van az új évet búcsúztató szilveszteri futásnak, amelyre ezúttal is közel 400-an neveztek, de a résztvevők száma ettől jóval több volt, hangsúlyozta a várospolgármestere. Valamikor Dombóváron a Fidesz alapszervezet rendezte ezt meg először, mert azt követően 20 éveken keresztül csinálták. Sajnos tavaly egy virtuálisat tudtunk csak tartani, de nyilván az idején, mint látszik is itt a környezetben és hangolban is látszik, hát ez az igazi. Nyilván 15 fokkal nem számoltunk, de hála Isten, ma nagyon jó idő van. A rendezvény rendszeres résztvevője Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki az 5 kilométeres távot teljesítette a dombóvári újév búcsúztató futáson. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki minden nap mozogjon, lehetőleg minden nap mozogjon, és jó lenne, hogyha azok is, akik esetlegesen még nem ebbe a táborba tartoznak, ők is előbb-utóbb mozognának. Szerintem ez a mozgalom, vagy ez az akció is bizonyítja azt, hogy a futásnak nem csak az egészség megőrzésben van nagy szerepe, hanem a közösség formálásban is, amióta Dombóváron ilyen alkalmak vannak, azóta talán azt mondhatjuk, hogy még inkább egy olyan közösségről beszélhetünk, amelyik lokálpatrióta és szereti élni. Egyébként ez a szilveszteri futás, vagy ezt a szilveszteri futást a Fidesz kezdte el még 90-ben, és néhány éve pedig az önkormányzat szervezi meg. A nevezéssel minden résztvevő egy pólót kapott ajándékba.
valamint Dombóvár város önkormányzata a futás után a célba érkezőket virslivel, forralt borral és teával vendégelte meg. A rendezvényt a Dombó Chips családi, ifjúsági, polgári sportszervezeten keresztül a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatta. Regionális híreink következnek. Sikeresen zajlik az új évad a Pécsi Balettnél. Már vannak tervek 2022-re. Minőségi vendéglátás. Egyre több balatoni vendéglátóhely vásárol kistermelőktől alapanyagot. Sikeresen zajlik az új évad a Pécsi Balettnél. Ők szeptemberben kezdik az évadot, és most tudtak csak igazán belelendülni a munkába, hiszen a pandémia miatt az előző fél évük igencsak nehézkesen működött. Telefonon adott interjút Urik Teodóra, a társulat ügyvezetője, aki már a jövő év egy-két előadásába is beavatta híradónkat. A szeptemberi évadindítás alkalmával mindjárt a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó programjával ajándékozta meg a közönséget a Pécsi Balett. Ekkor mutatták be az Ádám Éva saját produkciójukat. Feridézi Madács embertragédiáját, de nem abban a kronológiai sorrendben. Időutazás az emberiség történetében, mindig ezt az alcímet adnám ennek a darabnak, amit egy filmrendező, Iványi Marcell rendezett, és két ifjú koreográfusunk, Szabó Márton és Molnár Zsolt voltak a koreográfusok, akik a Pécsi Balett első táncosai, és fantasztikusan sikerült, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, tulajdonképpen a közönség körében is nagyon nagy sikert arat. A Pécsi Balett tagjai a tánctechnika megújulása mellett olyan színházi tánctudással, karakteralakítási készséggel rendelkeznek, amilyen Magyarországon egyetlen táncegyüttesben sem ilyen magas színvonalú, hangsúlyozta Urik Teodóra, Kossuth Díjas táncművész, a Pécsi Balett ügyvezetője. Megtudtuk, hogy néhány hónap alatt sikerült turnézniuk és bemutatózniuk is szeptember óta. A Piroska és a Farkas című gyermekdarabot utaztatták meg, és a Diótörőt nemrég láthatta a közönség. A nagy hármas összefogással a Pannon Filharmonikusok és a Bóbita és a Pécsi Balett együtt csináltak egy élőzenés Diótörőt 22-23-án decemberben a Kodály Központban 20 gyermekszereplő egy működés, közreműködésével, ami nem volt egyszerű dolog, amikor is csináltunk egy castingot, és 9-10 éves gyerekeket castingoltattunk, hiszen azért olyan nagy képzett utánpótlásunk nincsen, de remekül sikerült végül a dolog Vince Balázs zseniális koreográfiájával. December 28-án adták elő a Kárment a Műpában. A Kármina Buránát január 7-én és a Ludas Matyi gyerekdarabot februárban tűzik műsorra. A 18 fős együttesnek mindez igen sok elfoglaltság, de mindig sikeresen megbirkoznak a rájuk háruló feladatokkal. Ebben bízik Urik Teodóra is. Szilveszteri és újévi menüt kaptak a mentőszolgálat munkatársai Pécsett. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Baranyai megyei önkormányzat elnöke az év utolsó napján ünnepi falatokkal köszönte meg a mentőszolgálat munkatársainak az egész éves szolgálatot. Kiemelte helytállásukat, amit a pandémia idején mutattak a dolgozók. Én átadottam. Alkoholmentes pezsgőt ad át a mentősöknek a Baranya megyei önkormányzat elnöke szilveszter délelőtt. De hoztak mást is, ezt az ünnepi menüt ebédre. Húsleves, pörkölt nokedlivel, savanyú borkával, desszertnek piskót a tekercs. Baranya segít program keretében az idei évben nem csak az szokásos alkoholmentes pezsgőt és a szilveszteri naphoz illeszkedő ételeket hoztunk, de ünnepi menüvel is szerettük volna megköszönni a mentősök és az egészségügyben az év mindennapján szolgáltat teljesítő dolgozóknak a munkáját. Karácsonykor, szilveszter és új év napján is az ünnepi menü olyan ételeket tartalmaz, amelyet az otthoni környezetben megszokhattunk. Őri László kiemelte, hogy a járvány miatt plusz feladatokat is el kellett látniuk a mentősöknek ebben az évben. Összesen 550 adag ünnepi menüt hoztak a Baranya Segít program keretében karácsonykor és újévkor a megyei mentősöknek, illetve az ügyeletes házi orvosoknak. Azoknak,
akik áldozatot hoznak a közösségért az ünnepekkor. Ugye nekünk ez nagyon nehéz helyzet, hogy a családunktól távol, ugye munkával kell tölteni az időt, de nyilván ezt nagyon szívesen tesszük, hiszen ezt a hivatást választottuk, de mégis nagyon jó érzés minden évben, hogy a Baranya megyei önkormányzat, a Baranya Segít program keretében megemlékezik rólunk ezzel a kis figyelmességgel, adománnyal, étellel, hogy ezt mindig nagyon szívesen fogadjuk. Évente egyébként több mint 40 ezerszer vonulnak ki a mentők Baranya megyében, hogy segítsenek a bajba jutottakon. Szilveszterkor 35 autóval teljesítenek szolgálatot a megyében. Pécsen az év utolsó napján és az új év első napján 36 munkatársal tartanak ügyeletet a mentősök. Egyre népszerűbbek a balatoni vendéglátóhelyeken is a helyi kistermelőktől, őstermelőktől beszerzett alapanyagok. Az étterem tulajdonosok azt mondják, így biztosítani tudják a minőségi ételeket, a termelők pedig folyamatos megrendelésekhez juthatnak. Gyertek! Hívószóra jönnek a kecskék ebben a családi gazdaságban Kislángon. Tulajdonosai 400 hektáron gazdálkodnak és tartanak fenn kecskéket és disznókat, amelyeknek húsát és tejét dolgozzák fel. Saját takarmányból mi nem elrettünk disznót, inkább malacot veszünk, de telepről négyesmentes állományunk van emiatt. Állandóan azt lehet mondani, hogy mindig egy helyről hozunk, tehát a minőség is ugyanaz lesz, a húsban is látszik. Úgy gondolom, hogy minőségben nem tudnak bennünket megverni ebben az országban. Mi megcsináltuk azt, amit a hivatalunk megálmodott, ez pedig a rövidellátási lánc, tehát ez nálunk működik. A húsok feldolgozása is teljes mértékben a gazdaságban történik, és nagyon ügyelnek a tradicionális elkészítésre. Amit lehet, azt ugye hagyományos módon kizárólag sózunk, tehát semmiféle páclét nem használunk, se a sajtoknál, se a húsoknál nem használunk tartósítószert, tehát a friss sajtjainkat éppen ezért csak 5 napig tudjuk értékesíteni, ugye éllelt sajtoknál más a helyzet. A húsoknál szintén, tehát a sózással tartósítunk, ugye a daraboktól függően mekkora darabokat tudunk a sóba tenni, hát minimum 3-4 hét a sonka szalonna, és szintén hagyományos régi módszerrel füstölünk. Ányosék ügyelnek arra, hogy a minőség soha nem menjen a mennyiség rovására. Így találkoztak ezzel a balatonvilágosi étteremmel is, ahova rendszeresen beszállítanak. Jó néhány étteremben már szívesen vásárolnak helyi termelőktől, hiszen így mindig friss alapanyagból dolgozhatnak. Minél rövidebb az ellátási lánc, annál frissebb termékeket, annál ízletesebb termékeket lehet beszerezni, és ez megmutatkozik az ételek minőségén is. Úgyhogy minden bizonnyal ez lesz a gasztronómia jövője, hogy minél szűkebb körből kerüljenek be a beszállítandó alapanyagok, hiszen az ételek minőségét ez jelentősen befolyásolja. A termelők és éttermek egymásra találása van, hogy véletlenszerűen, van, hogy ajánlás útján jön létre. Az elmúlt években egyre több beszállító és egyre több vendéglátóhely élt a rövidellátási lánc előnyeivel, amelynek minden pozitívumát végül az asztalnál helyet foglaló vendég élvezheti. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Tervek az új évre. Az emberek számára az egészség lett a legfontosabb. Harc a malacért, humoros feladatokkal köszöntötték az új évet Pakson. Új évköszöntő, vidám koncerttel nyitotta az évadot a Babics Kulturális Központ. Több mint 400-an futottak Dombóváron, közös korttal búcsúztatták a 2021-es évet. Kedden ismét erősödő széllel számolhatunk. Egy melegfront felhőzete húzódik fölénk. Erős vagy viharos lökésekkel kísért szél fúj majd. Marad az alapvetően erősen felhős, borongós idő. Elvétve kisebb eső is eshet. Éjszaka is hasonló idő várható. Marad az erős szél és a sok felhő, elszórtan kisebb esőkkel. Friss hírekkel legközelebb kedden jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!